Az idei nyár különösen forró, ezért sok folyadékot, sót, nátriumot veszítünk az izzadással. Ezt pedig feltétlenül pótolni kell. Télen viszont a szervezet visszatartja a folyadékot, különösen akkor, ha elhízott valaki vagy cukorbeteg, vagy ha magas vérnyomása vagy szívbetegsége van. Ebben az esetben nem szabad sózni, mondja dr. Wittmann István, a Pécsi Tudomány Egyetem Klinikai Központ 2. számú belgyógyászati klinika és nefrológiai diabetológiai centrum klinikai igazgatója. Ez egy különleges geográfiailag meghatározott tényező, hogy nálunk két különböző, sófogyasztás szempontjából is, két különböző időszak van. Van a téli, amikor meg kell szorítani a sóbevitelt, hogy ne emelkedjen a vérnyomás, hogy ne legyen szívbetegség, és van a nyári időszak, amikor viszont sózni kell, mert ha nem sózunk, akkor nem csak, hogy kiszáradunk a verítékezéssel, hanem az alacsony nátrium szint miatt az egy ritmus zavarra, szívritmus zavarra hajlamosító és életet veszélyeztető állapot lehet. Úgyhogy nyáron nagyon sokszor látunk olyat, hogy a beteg kiszáradva és alacsony nátrium szinttel érkezik. Ezért tehát ezt figyelembe kell venni. A magas vérnyomású betegeknek gyakran adnak vízhajtót. Ez télen nagyon fontos, mert a felesleges bevitt sót kihajtja, teszi hozzá professzor. De nyáron, hogyha a betegnek még adunk vízhajtót is, meg még verítékezik, meg ne adja Isten még cukorbeteg is, mert a cukorbetegségben a vizelettel sok cukor ürül, és a sok cukor a vizeletben sok folyadékot köt meg, és még több a vizelet, vagyis a kiszáradás kockázata még nagyobb. Így tehát cukorbetegben, magas vérnyomás betegben, különösen, hogyha vízhajtó kezelést is kap, nyáron másként kell eljárni. Ez azt jelenti, hogy legalább 3-4 liter folyadékot kell fogyasztani, legalább 3-4-et, és hát nyilván aki kint dolgozik a tűző napon, annak még többet is lehet, és általában csökkenteni kell a vízhajtó kezelés dózisát, vagy esetleg nyáron el is kell hagyni. Úgyhogy ez egy speciálisan erre az éghajlati viszonyokra vonatkozó javaslatom. Folyadékot, ionokat, sót, nátriumot, magnéziumot, káliumot kellőképpen fogyasszunk. Fontos még, hogy 70 év felett az idősebb korban csökken a szomjúságérzet. Ezért a folyadékbevitel ugyanolyan fontos, mint egy felírt gyógyszer, hangsúlyozza Wittmann professzor.